Közel 20 Vasalbert regényből és versből állt össze Kistörék Ildikó és Varga Vilmos nagyváradi művészek színpadi játéka. Semmi sem hangzik el egészen, ha mindegyik egy ilyen megszerkesztett formában. Vasalbert írói munkássága csodálatra méltó. Ebből szeretnénk megjeleníteni részleteket, mondta a művésznő. Élt benne a haza, az otthoni táj, az erdők, a hegyek, a pásztorok, az emberek, akikkel ő együtt élt, és ez valami olyan hatással elevenedik meg a könyveiben, hogy az az érzésem, hogy ez hat a közönség felé is. Az első foglalkozáson a gyerekek az Iris technikával ismerkedhettek meg. Kis hajtogatott téglalapokat kell egymásra ragasztani, és ezzel térbelivé válik a kép. Ezúttal a télapó szánkója. Én készítettem egy mikulást, amit színes papírokból kiraktunk, a szánkóját barna színes papírokból. Dorottya húga is készített egy ilyen képet, és ő már azt is tudja, mit szeretne a télapótól. Kérem szépen egy My Little Pony, ami tud aludni. Mert még kérek szépen egy hinta pónit. Ennyi volt az egész. Idén a Zánkai Országos Képző és Iparművészeti Pályázaton kerámia kategóriában kollektív díjat kapott 4 rajztagozatos diák. Legény Evelin, Kis Alexandra, Kovács Dorina és Gulyás Ádám. Tóth Kálmán, a rajztagozat vezetője, 24 darabos készletet állított össze a fiatalok munkáiból, melybe többek közt tálakat, hamutálcákat, kis gyertyatartókat, egy-két kuglófsütőt és fülesedényeket válogatott. A Mesenap hagyományos rendezvény a Gyurácban. Az iskola azért szervezi meg, mert mese nélkül szürkébb lenne a világ. Én azt gondolom, hogy ez egy kulturális seregszemle az iskola részéről, és a mese olyan, ami fölkelti a gyerekeknek is, és a felnőtteknek is az érdeklődését. A mesemondó versenyre idén 36 diák jelentkezett a város és a környék általános iskoláinak alsó tagozatosai közül. Pintér Bence például Nemes Görzsönyből érkezett. Szeretek mesét mondani, és szeretem azt látni, hogy másnak tetszik. Az első, második és a harmadik, negyedikes korosztály külön versenyzett. A nagyoknál Szűcs Péter Pál volt a zsűrielnök, aki a Gyűri Színház énekese. Mint mondta, neki is van egy harmadikos lánya, nagyon szereti ezt a korosztályt. Az elsősöknél az Erkeles Mógor Dávid, a másodikosoknál a gyurácos Alacs Benedek, a harmadikosoknál a Tarcis Varga Anna, a negyedikeseknél pedig a munkács is Milinszki Emma lett az első helyezett a mesemondó versenyen.